Folyamatosan dolgoznak a gépek Nyírbátor határában. A várostól mintegy 4 kilométerre fekvő Nyírgyula irányában épül kerékpárút. A két település között gyakorlatilag már kész a beruházás, a Nyírbátor belterületén lévő néhány száz méteres szakasz hiányzik a befejezéshez. Nagyon fontos a város számára, hogy egyre több és több kerékpárút épüljön. A kerékpárútak alapvetően két célt szolgálnak, az egyik a települések közötti közlekedés segítése, ez az a beruházás, ami mellettünk zajlik, de ezzel párhuzamosan a településen belüli közlekedést is segíti egy másik projekt, ami szintén a legfontosabb közintézményeket próbálja meg összekötni, annak érdekében, hogy minél többen is biztonságosabban közlekedjenek kerékpárral. A Délnyírségben 2015 óta folyamatosak a kerékpárút építések. Az elmúlt években több mint 3 milliárd forintot fordítottak ilyen jellegű fejlesztésekre. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a jövőben sem állnak meg a fejlesztések. A cél, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, és létrejöjjön egy több száz kilométeres turisztikai kerékpárútvonal is. Kialakult egy elképzelés. Ennek a megvalósítása pedig most folyamatban van. A lényege az, hogy Debrecen, Nyírbátor, Máté szakasz, Hatmárnémeti kerékpárút az lényegében befejező stádiumban van. Ez a 471-es főútvonal menti kerékpárút építéseket jelenti a választókerületünkben. Lényegében a belterületi kerékpárutak építése történik a választókerületben, ugye Nyírmihályban hamarosan indul, reményeink szerint a közbeszerzésen túl vagyunk, Nyírgersén, Nyírbogáton, itt Nyírbátorban, és szeretnénk, hogyha ez egy egybefüggő szakasz lenne. A Nyírbátor és Nyírgyulaj közötti szakaszt teljes egészében várhatóan augusztus végén vehetik birtokba a kerékpározók.